Először is szögezzük le, hogy alapvetően én nem szoktam Laura és Norman videót nézni, csak most belefutottam egybe, és úgy döntöttem, hogy megnézem kíváncsiságból. Hmm, hát igazándiból nem vesztettem vele semmit, úgyis pont egy jó videót fogtam ki, ami költözésről volt témállizgatásra, aztán kiderült, hogy végül a az egyik, vagyis hát a Geri költözéken, ugye, de ez most lényegtelen, mert úgyis meg tudjátok nézni a videót. Ö, lényeg, ami a lényeg, hogy ö, konkrétan ö, szó került a, az ilyen botrányokról, amiről, amiről ugye én is csináltam egy videót. Hogy ö, a, a a Steve is úgy gondolja, hogy úgy hívják a csávókát, hogy ö, és hát a férfi faszit, hogy Steve. Tehát ő is azt mondta, hogy ezt a, ezt a toxikus viselkedést ezt el kéne hanyagolni, és, és nem botrányomból kéne nézettséget szervani, meg, meg alapvetően ezt az egész nézettség dolgot így el kéne felejteni. És megmondom őszintén, én bizonyos értelemben egyet értek vele. Egyet Egyetértek vele, mert. Egyetértek vele ö, abban a szempontból, hogy videózni m, azért kell, mert van egy érdeklődési köröd, amit szeretné bemutatni a, a neten, vagy éppenségem, azt szeretnéd, hogy megmaradjon a neten. Esetleg fel nyilvánosan, hogyha van kedve mások is, akkor nézzem bele. Alapvetően nem azért kell videózni, hogy nézettséget szerezzél, vagy valami, hanem azért, mert te szereted csinálni. És még annól, amikor belefogtunk a, a Volt Suristársamban ebbe az egész videózásban, akkor tulajdonképpen ö, mi ugyanígy voltunk. Tehát, hogy mi azért kezdtünk el videózni, hogy elfoglaljuk magunkat a szabadidőnkbe és, és a videóban ugye ö, lekopott erről az egész videózás dologról, vagy videózás témáról, én meg folytattam, mert hát nagyon nem érdekel tudni nagyon különösebben semmiféle ö, dolog a hobbimba, csak ez a gépépítgetés, de az meg ugye költséges, és ez a videózás, ez, ez így megmaradt nálam. Természetesen a mellett már azt is csinálom. Szóval, hogy nem kéne ennyire rámenni a nézettségre, mert az utóbbi időben azt látom, hogy ez a Ruben per két hülye botrány, ment, és akkor már két vagy egy videós is már csinált még egy videót belőle, azt is megnézték több mint több tízezren, utána csinált belőle még egy videós, egy ugyanilyen videót, azt is megnézték sokan, szóval, és ez így terjed, mint egy ilyen vírus. Um, én nem mondtam a véleményemet erről a botrányról, viszont azt, hogy ez a, ez a férfi is ugyanezt mondta, hogy el kéne hagyni ezt a toxikus viselkedést. És ö, nem mindig nem váltok jelentést. És ö, konkrétan, ugye, csak megnagyobbítom magam egy bicikét, hogy jobban lássatok. De igen, el, kell, el kéne hagyni ezt a toxikus viselkedést, és én is ezen dolgozom gyakorlatilag. Ez egy dolog, hogy egy idő volt egy időszakom, amikor nem gyűjtöttem nézőket, Igazából most se gyűjtött nézőket, tehát nem azt mondom, hogy én most nem szeretnék hogy is mondjam, eredményt látni. Mert azért jó lenne nyilván eredményeket látni ezen a csatornán, hogy azért mégis érdekel az embereket, vagy nem. Én csak azt mondom, hogy... Ö, én csak azt mondom, hogy ö, én is igyekszem elhagyni ezt az egész ö, toxikus viselkedést. Mi mondjuk nehéz, mert, mert úgy látni egy stream, másik közvetítőt, hogy ő végig vagy nem tudom, megköszönni a támogatást ö, szitkozódva, és, és ez a karakter, és őt rengetegen nézik, vagy ott van, nem akarom most nevezni a videósokat is, de voltak azért emberek, akik ugyanilyen stílusban nyomták egy adott ideig, és ugyanúgy szereztek nézettséget, szóval én ezért nem értettem ezt az egész ö, ö, cirkuszt, amit ment, hogy jaj, hát, de hogyha egy kicsikét jobban viselkednél meg, hogyha nem ö, válaszolnál ilyen indulatosan, Gyerekek, magánéleti jellegű kérdéseket, oké, okay, hogy egyszerű kérdés, azt hogy milyen volt az angol, nem vagy túl vagyok-e már rajta, de ezek mind olyan dolgok, amik a magánéletemmel kapcsolatosak, mert magánéleti kérdéseket nem szeretnék nagyon, nagyon erőltetni sem, hogy mi van például, hogyha van esetleg barátnőm, de például az is lehet, hogy vele mi van, hogy hívják, hogy néz ki hogy találom meg a Facebookon, de ilyeneket nem szeretnék megosztani, mert én a videós énemet nem szeretném különíteni a, a, magánéletemtől, mert, mert sajnos egyébként annyira zavar engem ez a QR kód, hogy ennyire Na így. Szóval annyira zavar engem az, hogy, hogy egyesek ezt, ezt nagyon ki tudják használni, tehát én nagyon odafigyelek arra, milyen információkat adok meg a neten. Tény is való volt egy idő, amikor túl sok információt hozhatom meg az életembe, ezt most inkább visszaveszem, mert volt rá példa, hogy jöttek a jelölgetések snapchat valaki nőnek adta ki magát, miközben faszi volt, és akkor ezzel trollkodott. Ezek, 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 nem játékok, meg ez, ez, nem vicces. Tehát valakinek ez poénos, ahonnan külön gratulálni tudok, mert egyébként ez nem poénos, hogy videósokról ö, gyűjtünk információt, és akkor azt kipublikáljuk a neten. nem. A, a, a videós az, az, nem a barátod, az nem az ismerősöd, egy videós, akit nézni kell. Ez ugyanolyan, mint a tévében a, a riporter, vagy a, mit tudom én, a közszereplő. Most mondtam, hogy mert ny jó, nyilván ezt nem lehet egy közszereplő összehasonlítani. Az egész videózást, én csak azt mondom, hogy ö, mindenki megjátszik egy bizonyos karaktert. Úgymond. Hát az én karakterem finomítani kell, de most ezt hagyjuk. A lényeg ami a lényeg, hogy. Ö, hogy ö, én is igyekszem ö, visszaszállni a ring, ringbe, idézve első ringbe. Ö, finomítanom kell igen. A kommunikációmon régen többet beszélgettem. Most már kevésbé beszélek annyit. Ezeket mind-mind javítanom mind, uh, kell, ebben igazatok van. És nem csak a, a műszaki hátteret fejleszteni. Úgyhogy ja, um, köszönöm mindenkinek a figyelmet, meg aki megnézte ezt a videót. Nem kérem azt, hogy lájkoljátok, hogy valami elég annyi is, hogyha megnézitek. Nekem nekem erre is egy, egy pluszpont. Úgymond. Úgyhogy, ja, um, mindjárt zetem magatokra, és remélem, hamarosan jelentkezem egy újabb videóval. Csővász, sziasztok!